Kedves nézőink, a harmadik adventi gyertyagyújtásról készült felvételt láthatják. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentett advent harmadik vasárnapján a városi adventi gyertyagyújtáson. A rossz időjárásra való tekintettel ezúttal rendhagyó helyszínen itt a színházterem aulájában. Hamarosan sor kerül a harmadik gyertya meggyújtására az adventi koszorún, és az este folyamán meghallgathatjuk a Portuszem Singers énekegyüttes adventi műsorát. Mindemellett zsíros kenyér, forralt bor és meleg tea is várja önöket. Most pedig felkérem Molnár Péter önkormányzati képviselőt, hogy köszöntse a megjelenteket. Én is szeretettel köszöntök mindenkit Mamazulás önkormányzatának nevében. Ma este ugye már a harmadik adventi gyertya meggyújtásáért gyűjtünk össze, aminek a színe a rózsaszín. Ennyiben is különbözik a másik háromtól. Ugyebár katolikus szimbólumként Szűz Máriát szimbolizálja, és egyébként pedig az öröm gyertyájának nevezik. Én erre az örömszerzésre szeretnék egy-egy példát mondani. Balmazújvárosunkban is megjelent az idei adventi várakozásban ez a úgynevezett adventi ablak vadászat, amit ugyebár a közösségi portálon megosztják a aktuális számot, és mi is felszoktunk kerekedni a családdal esténként, és úgymond levadásszuk ezt az adventi számot. Rendkívül nagy örömöt szerez ez a gyerekeknek, fotózkodunk, szoktak kirakni kis édességet is, esetleg akik arra járnak, azok ugyebár leveszik. És ez annyira kedves és annyira örömet szerez a gyerekeknek, és ezáltal a felnőtteknek is olyan szépít tesz az ünnepi készülődés. És ami legfontosabb talán ebben, hogy mindig máshol van, és ha az ember bejárja ezeket a helyszíneket, látszik, hogy valahol módosabbak, valahol egyszerűbb a díszítés, és mégis mindenki olyan örömmel díszíti fel a házát, és soha nem volt még az, hogy mikor mi is mentünk, hogy valaki kint lett volna, hogy valaki nézte volna azt, hogy ki jön oda, hogy néz ki, vagy hogy van felöltözve esetlegesen, vagy hogy mit ismerjük egymást, hogy hova tartozik akár politikailag, vagy most ami nagyon aktuális, oltott-e vagy oltatlan. Egyszerűen csak örömet akarnak szerezni a gyerekeknek, és csak bentről hallgatják, és esetleg látják a vakuk villanását, ahogy készülnek ezek a képek. Úgyhogy tudom, sok mindenkinek esetleg nehéz most örömöt találni a mindennapjaiban ebben a helyzetben, de én azt szeretném, hogy mindenki gyújtsa meg a saját maga örömgyertyáját, és próbáljunk örülni egymásnak, próbáljunk örülni rokonainknak, próbáljunk örülni a mindennapjainkban, mert hát igaz, sokszor nehéz, de az élet mégiscsak szép. És hát ebben a helyzetben vannak emberek, akiknek nagyon sok mindent köszönhetünk, ők pedig nem más, mint a mentősök, akik akár mi el sem tudjuk képzelni, hogy milyen emberfeletti munkát végezhetnek azért, hogy segítsenek rajtunk, szeretteinken, ismerőseinken. Úgyhogy én nekem a megtiszteltetés, hogy felkérjem most a Balmazújvárosi Mentőállomás bajtási közösségét, hogy gyújtsa meg a harmadik, az öröm gyertyáját. És akkor szeretnék még az önkormányzat nevében egy emléklapot is átadni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a részét. És itt legyen pár szó. Kedves egybegyűltek, tisztelt képviselő úr! Vajtársaim nevében szeretném megköszönni ezt a megtisztelő felkérést, polgármester úr, illetve az önkormányzat képviselőtestülete részéről. Nagy megtiszteltetése számunkra, hogy a harmadik gyertyagyújtásán a bajtársi közösségünk részt vehet, és hát nem kívánom szaporítani a szót, kívánok önöknek áldott karácsonyt és vírusmentes boldog új esztendőt. Köszönjük szépen! Most pedig kérem fogadják szeretettel a Portuszem Singers énekegyüttes adventi zenés műsorát.
Hortenzia kertet jelent, az M az egy rövidítés, az muzika, tehát a zenekertje, amiben hát együttesünk repertoárjában sok minden zene megtalálható, ugyanúgy, ahogy a kertben különféle virágok, növények, így régi zene, reneszánsz zene, barokk, kortárs, ezen kívül énekelünk jazzt is és populáris feldolgozásokat, ebből adunk majd most egy csokorra valót. Első három számunk, ez az első is az volt, külföldi, tehát ez angol zenemű volt. Ugye az a karácsonyi faállítás és ez az ünnep, ugyan előtte is ugye ez egy egyházi ünnep volt, de valamennyire kiemelkedett a többi egyházi ünnepek közül, de annyira nem volt különleges a középkorban, mint manapság. Ez a karácsonyi időszak advent volt, ettől lett azért abban az időben is ugye a várakozás miatt. Aztán a újkor kezdetén lettek ezek a faállítás és egyéb szokások. A szokásokkal, akik ugye kezdeményezték, valahogy azt a régi időt szerették volna visszacsalogatni, ami egy nap. Tehát azt mindannyian érezzük, hogy ez a karácsonyi nap az egészen más, mint a többi. Tehát valahogy ez egy különleges nap, és ezt próbáljuk, remélem most is mindenki megélni, és otthon, vagy a családi körben, vagy abban a körben, ahogy ünnepli, megélni, hogy ez a ünnep egy tradicionális régi hagyomány, amit nekünk mindannyiunknak hát őrizni kell, és tovább kell adni. Akkor folytatjuk karácsonyi énekekkel. Ezek könnyed, örömteli énekek, nagyon jó illik a rózsaszín gyertyához. Gudkind Wenceslas. Gudkind Wenceslas, Dogdat und de Christus Leben, wenn es noch in an der Gott üben Christen Leben, praglich und der Mund der Shall you say,
következő műsorszám sem még magyar. A közismert osztrák dal, a Csendesély. Ezzel kapcsolatban egy történetet hagyom, hogy több mint 10 éve járunk a Schönbrunnban karácsonykor énekelni, bár most a pandémia miatt már oda se lehet. És az osztrákoknak egy kitételük volt, hogy a Csendesét azt ne énekeljük, mert nekik már ez valahol itt jön ki, úgyhogy de itt Magyarországon lehet énekelni a Csendesét, és hogy az következik. Karácsonyi dalok, általában legtöbbjük népies dallamok, népies karácsonyi dalok feldolgozása Farkas Ferencről, Demin Dezsőtől, Rossa Hermőtől, és néhány saját feldolgozás is lesz majd közte. Kezdjük a angol karácsonyi dalban. Soha nem volt még Jézuskán, a boldogság még napja.
Jézus Istenet fiú.
két darab, vagy két zenemű ismerős a katolikus templomokban karácsony alkalmával sűrűn játszott népének, amelyikből az angyal és Isten gyermek. Mind a kettőre írtunk, vagy írtam, jól mondom, egy feldolgozást, ezt fogadják szeretettel, tehát a mennyből az angyal és a Isten gyermek. Szívében boldog vagyok én, bár nem
zenét akartunk most énekelni, és nagyon hasznosnak tényleg nagyon jó lenne. De úgy éreztük, hogy a Öröm gyertyája meggyújtása kapcsán, apropóján egy kicsit vidámabb, örömtelébb dalt énekelünk, amit szoktuk szinte egy Kasper zene, egy Dixi muzsika. Hallgassák szeretettel. Ha nagyon ragasztok, meg elénekeljük.
Kedves megjelentek, a Portus and Singers énekegyüttest hallhattuk. Köszönjük szépen a karácsonyi dallamokat és ünnepi hangulatot az énekegyüttesnek. És hát az adventi gyertyagyújtás és műsorunk végéhez közeledvén szeretném a szervezők nevében megköszönni valamennyi közreműködőnek és természetesen önöknek, megjelenteknek is, hogy jelenlétükkel megtisztelték ezt a mai eseményt és rendezvényt. Még mielőtt elköszönnék, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy továbbra is van forralt bor, forró tea és zsíros kenyér is. Tehát attól még, hogy a műsor a végéhez közeledik, nyugodtan lehet egy kicsit maradni, fogyasztani, beszélgetni egymással, és egy kis közös időt még eltölteni. Úgyhogy szeretettel várjuk majd önöket egy hét múlva is, jövő héten vasárnap, ugyanígy 17 órától a 4. adventi gyertya meggyújtására is. Bízunk benne, hogy az időjárás akkor egy kicsit kedvezőbb lesz, és ismét az eredeti helyszínen, a Kossuth téri díszparkban tudunk majd találkozni. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét, jó pihenést kívánok mindenkinek!